visszatértünk egy újabb epizóddal méghozzá az év utolsó Space Dragonsos részével. Úgyhogy ebben az epizódban sok mindent szeretnék, egy kicsit úgy mindenből, és mivel rég nem voltunk felfedezni, így megindulnék egy újabb utazásra egy olyan irányba, ahová ritkásabban szoktunk menni, hát ha találunk még valami teljesen újat, amivel eddig még nem futottunk össze. Na, hát itt van is egy új házikó, veled talán pont egy ilyenben voltunk már. Nekem ez egy fogadóra emlékeztet, mindjárt meg is nézem. Ó, igen, hát ez bizony a kocsma, és itt is van a kocsmáros, mit néz ott a föld alatt? Nem neked voltak a szörnyeid a pincédben? Itt van az, hogy miket ad, de semmi különleges, és viszont ilyen fejblokkok nem rémlik, hogy lettek volna dekorációként. Ezek valami virágok lehetnek, és valami kenyér, úgyhogy én ezeket köszönöm szépen, viszem is, remélhetőleg így megkapom. Túloldan is volt valami, mi ez itt, sushi vagy egy vödör, valamiféle pia, mindegy, visszük ezt is. Imádom az ilyen dekorációkat, és úgy látszik, hogy csak ilyen formába tudunk hozzájuk jutni. Ezek itt most már csak meg vagytok dicsérve, piros ágyak. Ez volt a túloldalon is, és a pincébe pedig voltak elvileg a mobok. De ez most itt nincs ebben az esetben így, nincsen kivételesen elátkozva az alsó része. Mondjuk lúcsa olyan nagy, kereszt blokkokat se viszem el. Ez múltkor tele volt szörnyekréterre lefelé, de itt most nincsen semmi. Hogy nem is nagyon bontom tovább. Viszlát, uram, köszönöm a dekorációkat, ezt is szétcsortuk, egy élmény volt. Na ez viszont határozottan egy újdonság. Egy torony. Egy olyan torony, amit még nem láttunk, úgyhogy kezdjük az aljáról, és bevesszük egészen a tetejéig. Ú, te. Mi az itt? Flash Golem? Oké, tehát valami zombiszerűségek lesznek szerintem ezek, csak egészen érdekes kinézettel. Szétszedjük a spawneréket, tehát ez egy ilyen dungeon torony. Nem roguelike dungeon, nem tudom melyik mod adja be, de egyfajta dungeonözős torony. Továbbra is alchemistris elementekkel, amik jók, ezeket nagy részét szoktuk vinni, bár most már ugye a fission chamberünkből elő tudom állítani az összeset, amit csak szeretnék. Szóval mostanra már nem annyira nagyon szükséges ezeket nekem minden elvinni. Hálének, hogy ezt is megéltük. És rengeteg, de rengeteg spawner. Ók összeverekedett a csontvásszal, nagyon helyes. Teen block. Ha jó, hogyha nem kéne 13 millió belőle, akkor azt mondanám, hogy tök jó viszem. Szétaprítjuk az összes flash golemet, illetve ezeket a skeletonokat is. Meg szeretném szétszenni a spawnerjeiket. Nagyon jó, hogy a ruhám az továbbra is minden elő megvéd, de viszik le rendesen az armaiukat. Még ezek közönséges mobok, mondjuk rengeteget kell rájuk csapni, tehát nagyon-nagyon sok életük van. Még ezeket a draconic evolution-os páncélokat is azért képesek lesebezni. Na jó, hát viszont érték és lootok maximum szerintem már csak fenn lesznek. Itt már van egy ágy, nem tudom ki lehet, de gyönyörű szép piros. Nézd csak, szerintem megérkeztünk. Gonosz panya, ő, te voltál itt legfelől? Ja, téged láttak legfelül, lejöttél és szinte lejjebb. A gonosz banya mit keresít itt? Ez egy közönséges banyának tűnik. Nem őri semmi más, csak egy homokbanyát maga mellett. Tudod mit, némtegedet elviszem. Ha lenné valami különlegesebb, akkor azt mondanám, téged is viszek magammal. De így maximum a némteged ér valamit, ez is csak emlék. Szinte. Dark Tome, ez még fura. Ez eddig is itt volt. Van bele bármi is írva. Nincs bele semmi sem írva. De vannak rajta mindenféle enchantok. Azt hittem pedig, hogy ebben lesz valami banya könyvében valami gonoszság, de ez is lehet, hogy még nem tudott írni. Na mindegy, menjünk vissza. Na hát megérkeztünk, emberek, itthon is vagyunk, és akkor egy dekoráció ide, meg mondjuk ez a kenyér, ez jöhet ide fel. Akkor mutatom is, hogy mi lenne a legnagyobb probléma, amit meg kéne oldanunk rögtön itt a rész elején. Még nem más, mint az energiállátásunk, ugyanis ez folyamatosan fogy. Amióta bővítettem az MI rendszert, mely még rákapcsoltam azokat a gépeinket, aminek működnie kéne folyamatosan, mint például ez a vasbányát, vagy aranybányás szerkezet itt lent, azóta rendkívül gyorsan leszívódik az energiánk, de csak este. Ugyanis nappal, nekünk egészen jól tudják, ezek a napelemek teljesítenek feladatukat, és rengeteg energiát begyűjteni, amik egész nap ellátnak minket, viszont estére teljesen leállunk, és egy idő után magát az inventory panelemet se tudom megnyitni, hogy craftolni tudjak, tehát minden az energiánktól függ. Szóval ilyen esetben két dolgot tehetünk, és mind a kettőt meg is fogjuk csinálni. Az első az, hogy bővítjük a kapacitásunkat, hogy estére is legyenek elraktározva energiák. Másik az pedig az energia termelésünket fejlesszük, hogy éjszaka is gyorsabban tudjunk energiákat előállítani. Kezdjük először a tárhely növeléssel, amit már nagyon-nagyon régóta meg kellett volna csinálnunk. Az Elite Energy Cube-unkat, tehát a fő energia raktározó egységünket, ami eddig 12 millió RF-et tudott elraktározni, ezt most tovább fejlesztjük egy 51 millió RF-et elraktározó Ultimate Energy Cube-ra. Ebből rögtön craftolhatunk akár többet is, most egyre kettőt készítettem el, és akkor kibővíthetjük a jelenlegi energiatározóinkat. Teszek egyet ide erre az oldalára, és mondjuk kerülhet egy a túloldalára is.
már is jobb lesz, már 20 millió RF-et el is raktározott magában. Viszont ez sajnos nagyon apró bővítés ahhoz, hogy milyen mennyiségű energiára lesz később szükségünk. Ha belegondoltok, a Railgun-t, amit már egy jó ideje fejlesztek, így fog majd kinézni a case craftingja. Na most ennek a fegyvernek minden egyes lövése 10 millió RF-et használ el. Lövésenként borzasztó sok, szóval ha belegondolunk, a legfejlettebb energiaraktározó egység, amit most elkészítettünk, 52 millió RF-ből mindössze csak 5 lövésnyi energiát tudna elraktározni. Ez elég kevés, pláne hogyha megnézzük ezeknek a napelemeknek az internal bufferjeit, akkor arra lehetünk figyelmes, hogy egy közönséges napelemen belül 128 millió RF tud elraktározni, tehát több mint a kétszerese, amit most előbb elkészítettünk tárhelyet. Jó, mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy ez a legfejlettebb napelemem, tehát a többi ehhez képest azért nem képes ilyen teljesítményre, de a lényeg igen az, hogy elég sok mennyiségű energiát kell elraktároznunk és termelnünk is, hiszen például a Draconic Evolution-os craftingok is van, ahol craftonként megesznek 128 millió energiát egyetlen egy craftinghoz. Nézzük meg, mik termelték jelenleg az energiáinkat, milyen energiaforrásaink vannak. Hát többek között például ez a csodálatos szélmalom is. Lehet, hogy az összteljesítménye megüti a kemény 20 RF per ticket. Mindenesetre ez csak azért van itt, hogy jól nézzen ki. Nyilván azóta vannak már sokkal jobb energiatermelő eszközeink, például az atomreaktor, amit először automatizálunk kéne. Ugyanis odáig eljutottunk, hogy mi magunk tudunk betöltögetni uránizotópokat, és akkor egy jó ideig egészen stabilan termel nekünk, de egy idő után leáll, úgyhogy ezt kéne automatizálnunk. Egy atomreaktor jelenleg nekünk most kb. 7000 RF per ticket termel, ami egészen jó ahhoz képest, hogy az átlag napelemjeink 120 RF per ticket termelnek. Viszont azért azt meg kell jegyeznem, hogy a fejlettebb napelemek viszont 8000 RF per ticket, sőt, mi több van ez a 7-es tírű, ez már 32000 RF per ticket is össze tud hozni. De az a nagy hátrányuk, hogy mindegyik csak nappal. És ilyen alkonyatkor vagy hajnalban megint csak kevesebbet termelnek, tehát kb. Csak akkor működnek igazán jól, hogyha a nap teljesen a tetején áll. Úgyhogy ezeknek is lehetne esetleg még fejlesztéseket csinálgatni, de szeretnék visszatérni majd a reaktorokra is, és például a Fischer reaktorunkat felfejleszteni aktív fűtésesre és automatizálva is. Az első ilyen upgrade egyébként a napelemekhez az a dispersive upgrade lesz, a másik ez pedig egy közönséges efficiency. Tehát ez csak simán a hatékonyságát gyorsítja be. A dispersive az annál érdekesebb, az hogyha betöltjük egy napelembe, akkor fel tudja tölteni a környezetében lévő játékosokat energiával. Tehát például nekem nem kéne mindig töltögetnem a lapatron kristályomat, hogyha azt szeretném használni a fúróimat, meg a lézerfegyvert, meg az ilyeneket, hanem csak simán közelébe mozogni ezeknek a napelemeknek, és elvileg töltődni fog. Ezt most mindjárt meg is nézzük, ezt ide betettem, megnézem a lapatron kristályomat, tök jó, már fel is száguldott maximumra. Na, egy csomó időt megsporolt egyébként ezzel, most dobunk be ide efficiency-ket, mondjuk a 7-est meg a 6-ost írt, ez a kettő legfejlettebb, ezt fogom én is így tovább fejleszteni, a többit azt egyelőre még nem is érdemes, majd ezeket is lecseréljük. Meg egyébként a Facebook az kér is tőlem, hogy fejleszek még egy ennél magasabb tírt is, de ezeket őrületesen nehéz összehozni, tehát szerintem egyszerűbb lesz nekünk a reaktorunkat felfejleszteni, igaz még akkor is, hogyha nem is termel olyan sokat, de amíg én ezeket a 7-es tíreket összehoztam ezekből a napelemekből, az egy örök kivalóság volt, hogy alig bírtam ezt az egyet megszerezni, nemhogy még ha az összeset fel szeretném fejleszteni. Szóval kezdjük a reaktorokkal, és az első dolog, ami kell az automatizáláshoz, az végtelen uránium, hiszen abból fognak készülni majd az izotópok. Itt is van a seed, ki is készítettem, urániumunkból volt már, csak seed formájában nem, szóval ezt el lehet ültetni valahová, mondjuk ide a terrasztílek helyére. A következő lépés, hogy elkészítünk egy izotóp szeparátort, tehát hogy ismételten le tudjuk bontani majd a kész uránium ingotokat, különböző ilyen kis uránium darabkákká, izotópokká, szóval előtte ehhez még ki kell nyernünk a sima urániumokat méghozzá az essence-ekből. Úgyhogy itt meg is adjuk neki, mondjuk ebben a crafterben, hogy készítsen a frissen elültetett uránium essence-ekből nekünk uránium ingotokat. Jöhet is az izotóp szeparátor, és így vissza megint itt a craftingolós részlegre, még itt kialakítottam neki egy helyet, itt letesszük, megadjuk neki bevezetésnek, de kerüljenek be az urániumok, és elméletileg a gép el is kezdi rögtön átdolgozni nekünk őket. Ez most már csak egy adag upgrade-emük speed és energy upgrade-del felfejlesztően, egyrészt a gyorsaságát tudjuk növelni majd, másrészt pedig az energia használatát. Csak adjunk neki egy minimális energiaforrást előtte. Ez most már egy készítés, két dolog készül, 238-as és 235-ös uránium izotópok, az egyikből egy kicsi, a másikból pedig egy ilyen nagyobb adag.
ezeket a kicsi 235-ös izotópokat nekünk át kéne dolgozni egy ilyen nagyobbá, hiszen a 235 és a 238 megfelelő arányú dúsításából kaphatjuk meg ugye végül az üzemanyagot, amit tudunk betölteni a reaktorba, viszont ezt nem szabad sokáig a kezembe tartani, mert akkor megnövekedik a sugárzásunk, és ez annyira nem tesz jót, mert idő után kipurcant. Egyébként igen, egy kicsit átdolgoztam itt ezt a részt, tehát láthatjátok, itt kerültek bizony vezetékek ide. Nem használtam semmi új technikát, viszont egy kicsit mokkolnom kellett azzal, hogy hogyan készülnek itt a Majestic ingatok, mert voltak bizony elakadások. Na most már mindenből pont annyit készít, amennyi megfelelő, és nem lesz mondjuk olyan, hogy felraktározódik a szén, vagy a bazalt eszenz, vagy nem tudom, mik kellettek hozzá. Itt is történtek igen változások, szóval az összes ilyen blokkosító rendszert, azt így áthoztam ide. Rákötöttem egy csomó-csomó csatornát elhasznál, de cserébe a gyémántok, a ledek, nikkelek, a kopperek, a redstone-ok, és még számtalan másik ingot, azok itt most blokkosítva lesznek. Tehát, hogy rengeteg energiát megspórolnak nekünk. Illetve ami még fontos, hogy a méhek is kaptak itt lent egy automatizálást, ilyen fejlesztést. Ezek itt mind ilyen centrifugal szeparátorok, amik annyit tudnak, hogy bedarálják a honeycombjainkat, és kinyerik belőlük a folyadékokat, meg a nyersanyagokat, amiket termeltek. Szóval például a gyémánt méhek termeltek azóta 452 darab ilyen diamond kambot, és ezekből készülnek majd a gyémántok. Mindössze csak ilyen gépekbe kell nekünk betölteni őket. Úgyhogy én ezt az egész szerkezetet itt most aktiválom is, és úgy adtam meg nekik, hogy az összes honeycombot átdolgozzák, tehát az összes méhsejt, ez kerüljön be ide. Tehát egy ilyen fuzzy kártot tettem be hozzá, és így elég volt nekem csak egy típust betölteni, de az összes típusból érkeznek ide, és remélhetőleg eljut majd a rendszer odáig, hogy a gyémántokat is feldolgozza. Látjátok, ezek sódert állítanak elő, meg mindenféle hülyeséget, meg néha csoki folyadék, tehát ez itt most pont csokoládé, ami kijön az egyik fajta mélysejt ledarálásából. Ezeket a folyadékokat én most belevezetem egy kukába, mert nem hiszem, hogy tehát eddig sem kellettek, majd hogy esetleg szükség lesz rá, akkor még lehet így tweakelni ezzel a rendszerrel, de amúgy jó lesz ez így. Dobja csak ki ezeket a csokoládékat, kell a fanének. Mert egyébként 9 csatornát, tehát 9 oldalát elhasználtam ennek a rendszernek, a 32-ből, szóval elég gyorsan fogyasztom a csatornákat, a szabad csatornákat, de talán megéri. Ja, igen, ide akartam visszajutni. Szóval megadjuk ezt, ahol már az urániumok készülnek, hogy adnak a kicsik és a nagy uránium darabkák is ide, és legyen itt egy új recept, ami először a kicsi 235-ös izotópokat átdolgozza nekünk nagyjá, ezek maradjanak itt bent, és végül ami összekeveri a 235-öt, 238-as izotópokat egy ilyen üzemanyaggá, amire most rá is kattintottam, és elméletileg odállatosan készülnek. Most ez azért jó, mert én már rögtön össze is kötöttem a reaktorunkkal, hogy automatikusan elszállítsa oda ezeket az elkészült nyersanyagokat. Szóval nézzük meg a gyakorlatban, hogy tényleg elkerülnek-e odáig. Most szerintem pont este van, tehát elvileg esti fog az energiaellátásom. De hát, ha most, hogy beindult a reaktor, és igaz, csak 8000 vagy 7000 RF per ticket termel, de szerintem ez is egy előre haladás lesz. Be van kapcsolva? Ohoho, érkeznek ide a fuelok, nagyon jó, és itt vannak az energiák, amiket itt előállít nekünk. Viszont ugye arra beszéltünk, hogy nem csak automatizálni szeretnénk ezt, hanem egy kicsit megváltoztatni az egésznek a felépítését. Tehát, hogy ne csak passzív fűtés legyen benne, hanem aktív fűtésről is beszélhessünk, hiszen akkor sokkal erőteljesebben tudunk hűteni, magyarul sokkal több urániumot is tudunk beletenni, ami még több energiát termel. Rég volt már, amikor a reaktorokkal foglalkoztunk, de a passzív hűtés az ugye azt tudta, hogy minden, ami a hűtéséhez kell, az megtalálható a reaktoron belül, tehát nem kell semmit sem nekem pluszba kívülről hozzáadagolnom. Az aktív hűtés az meg pont az ellenkezője, egy olyan hűtési folyamat, amihez kell nekem aktívan kívülről beletöltenem valami hűtő folyadékot, ahhoz, hogy a hűtést életbe tudjuk tartani, és ezzel megállítani a hőmérséklet növekedését. Ha azonban ez az aktív hűtés, ez azért is veszélyesebb. Kifogy, tehát hogy elfogy nekem a aktív hűtőfolyadékom, akkor a hőmérséklet elkezd emelkedni itt, és hogyha ez eléri a maximumot, akkor bizony leolvad a reaktor. Nem robban nagyon, de pont akkorát robban ahhoz, hogy nekem itt a környező blokkokat meg saját magát megsemmisítse. Meg hát tele leszek sugárzásra, szóval ez egy veszélyesebb művelet, de szerintem megéri, mert hogy több hűtést tudunk eredményezni vele. Úgyhogy nem akarok egy teljesen új reaktort készíteni, hanem csak ezt átdolgozni, méghozzá egészen pontosan ezeket a Cryotherm coolereket szeretném kicserélni aktív hűtésre. Ezekhez azonban előtte le kell craftolnom egy csomó mindent, és automatizálnunk kéne végtelenségig a Cryotherm folyadékunknak a termelését, hogy mindig tudjak bele utána tölteni. Itt az első lépés, hogy elkészítünk egy meltört, és elindulunk lefelé a legalsó szintre, ugyanis át kéne craftolnunk a Blitz Essence-einket, Blitz Seed-jeinket, Cryotherm Dust-okkán, tehát igazából ennek a pornak a ledarálásából fog majd készülni a hűtés is, a hűtő folyadék. Mondjuk itt ebben a crafterben már úgyis elkezdtük craftolni a reaktorokhoz kellő dolgokat, szóval kiteszem a Blitz Essence-ből, készítsen nekünk
ilyen blitz rodokat, ezeket viszont rögtön át is kéne craftolni a következő állapotukká, még mielőtt egy teljesen meg nem teríti nekem ez az egészet. Ezekből elég lesz egyet ide kitenni, és akkor ennek is megadhatjuk, hogy maradjon itt bent. Oké, akkor ezekből lesztek ezek a pávdörök. Egy kicsit itt elrendeztem a fák, hogy ne teljenek meg fölöslegesen a helyek, és minden elférjen. Szóval az utolsó részében pedig megadjuk, hogy az így elkészített pávdörökből, chemical compoundokból és energetic blendekből, amiket meg szerencsére már automatizáltuk a majesty ingot termelése során, megvan az utolsó crafting is, és akkor el is kezdheti őket készíteni. Tök jó. Egy blokkon belül minden is elkészül, most már akkor csak le kell őket égetni. Az előbb elkészített melterrel, aminek ismételten csináltam ide helyet. De betesszük, és most már érkeznek is be a Cryotheum Dustok. Ennek is lehetnek upgrade-okat adni. Ezt most már akár ilyen folyadék lézerekkel vihetjük is tovább egészen a reaktorig. Na itt is vagyunk, és akkor itt egészen lent megcsináltam, hogy érkezzenek ide a folyadékok, szóval itt már el is kezdtek telni. Akkor el lehet kezdeni craftolni ilyen bufföröket, amiben majd tudjuk tovább tölteni. Egy 8 darab elég is lesz, és aktív folyadék hűtőket, amik pedig így készülnek, ebből is egy 8-at, ezek kerülnek majd be a reaktorba. És ezekbe lehet betölteni ezeket a folyadékokat is, amiket készítettünk. Szóval ebbe az aktív folyadék hűtőbe bármilyen folyadék bekerülhet, amit így a reaktor fel tud használni, szóval a víztől, a folyékony redstone-on keresztül, a glowstone-ig, egészen ezek a cryotheumok is bekerülhetnek. Tehát ilyen szempontból más az aktív hűtés, mint a passzív hűtés, hogy a hűtőblokkokat ténylegesen fel is tudjuk tölteni kedvünk szerint. Ha megnézzük itt a reaktornak a belsejét, akkor ez a kettő adat lesz nekünk fontos, az, hogy mennyi RF per ticket termel jelenleg, és az, hogy mennyi a hűtése. Mindaddig, amíg ez mínuszban van vagy nullán, addig jó. Onnantól kezdve, hogyha ez átmegy pozitívba, akkor itt elkezd emelkedni a hőmérséklet, és hogy eléri a maximumot, igen, akkor megtörtént ez a leolvadás. De cseréljük ki a kreatív hűtőket, illetve egy részét, mert ugyanis ezeknek a blokkoknak kellene csöveket vezetni, akár itt a reaktoron belül is, hogy elérkezzenek ide a folyadékok, amiket ugye lent gyűjtünk. Ezt könnyen meg tudjuk oldani, hogyha mondjuk a kreatív hűtők, tehát ezek a kékek ott a fal mellett vannak, és nem pedig itt középen, vagy mondjuk ott blokkok között hátul, ahová csövekkel elég nehezen tudnánk hozzáférni, vagy sehogy. És mivel nem akarom az egész tárt építeni, úgyhogy csak itt a szélső kreatív coolereket cseréljük ki. Tehát először is leállítom. Mert akkor most belenyúlunk itt a dolgba. Szeretnék itt egy Cryotheum coolert kicserélni. Szeretnék itt mellette egyet. Aztán itt hátul volt még kettő. Úgy. Volt még ezen az oldalon is kettő. És végül szerintem a többit, amit még így fal mellett van, azt el tudjuk kérni itt a föld alatt. Szóval valahol azt hiszem itt. Nem? Egyel arrébb. Szóval itt így legalább jól látszik. Itt lesz négy, meg itt lesz még négy. Őt szerintem, ja még itt is voltak, egész sok ilyen kreatív hűtéshez hozzá tudunk innen férni. Ezeket már cserélhetjük is ki, ilyen aktív formájával, amik így alapból még üresek, de majd mindjárt töltünk bele folyadékokat. Tök jó, hogy így lehet keverni a reaktort, hogy passzív és aktív hűtés is egyszerre vehesse részt benne, viszont be kell tartani továbbra is az ezekkel járó szabályokat. Tehát például ugye tudtuk, hogy minden egyes hűtő blokknak meg volt adva, hogy mi mellett lehet állni ahhoz, hogy tudjon működni. Például a Cryotheum Cooler az aktív és passzív formájában is két reaktor blokk mellett kell, hogy legyen, hogy tudjon működni, különben semmit nem ér. Míg mondjuk egy Emerald reaktor hűtő blokk az egy moderátor és egy reaktor cell mellett kell, hogy működjön. Tehát itt van a reaktor cell, itt van a moderátor blokk, ez itt jó helyen van. Tehát ezekre a szabályokra aktív és passzív fűtés esetén is figyelni kell. Illetve még arra is, hogy a passzív fűtések azok csak passzív fűtéssel tudnak kommunikálni. Igaz, működhetnek ketten egyszerre egy reaktorba, szóval hogyha ennek az Emeraldnak mondjuk a leírása az lenne, hogy egy moderátor blokk és mondjuk egy hűtőblokk mellett kéne elhelyezkednie, akkor ez az aktív fűtés az nem számítana hűtőblokknak, legalábbis a passzív fűtés számára nem számít annak. De szerencsénk van, mert se az Emerald, se pedig a kreatív hűtéshez, se aktív, se passzív formájába nem szükséges az, hogy mondjuk más hűtőblokkok mellett legyenek, és ráadásul önmagukban is nagyon jó hűtéssel rendelkeznek. Mind a kettő 160 heat per ticket vesznek el a reaktorból, szóval tökre megéri használni őket, és szerintem ilyen formában még tudjuk is. Úgyhogy kicserélem a maradék rejtem hűtésünket, és aztán rákötjük a vezetékeket. Szóval meg is vannak, viszont a vezetékek azok nem mehetnek itt egy lyukas reaktoron keresztül, erre vannak a bufferök, ezeken keresztül vihetjük be a reaktorba a vezetékeket. Tehát vagy rögtön közvetlenül mellé tesszük a hűtő blokkokat, vagy pedig egy vezetéken belül utána tovább vezetjük a reaktor belsejében. Innen már jöhet is ki egy vezeték. Ezt felvezetve mondjuk itt, tudjuk ezeket itt kötni. Illetve még kell egy szervó is ide. Hát ez nem lesz a legszebb, de mindegy, be lesznek így kötve. Szervó mehet rá, és akkor elkezdheti kiszívni ezeket a kreatívumokat. És most csak ilyet először, szóval remélhetőleg működni fog. Biztos, ami biztos, majd még vezetek be ilyen óvintézkedéseket.
ezeket kivezetjük, és akkor mennek ide is egyrészt a bufferök, másrészt pedig a vezetékek tovább. Körbevezetem ezt itt a szélen. A biztos. Buffer. És akkor ezek itt oda. Oké. Tök jó, hát rengeteg folyadékra lesz szükség, rengeteg cryateumra, de szerintem van most már elegendő raktáron nekünk belőle. Kapcsoljuk be a reaktort, és nézzük meg most a hűtését. Minusz 97 per tick volt, emlékeztek, amikor indítottuk. Most minusz 87.450 heat per tick ezekkel a hűtésekkel, szóval igazából még túl sok is jöhetnek a reaktorszelek, tehát minden, amiben az üzemanyag majd fog kerülni. És nézzük meg, hogy mi lesz a maximum, amit ki tudunk belőle hozni. Szóval jelenleg mennyit termelt? 7800-at. Tudjunk bele jó sokat rá, és ezek olyanok, hogyha egymáshoz élnek, tudjátok, egymás oldalai, azok, hogy boostolják a másikat, és még több energiát termelnek, viszont még több hőmérsékletet is, rohadt sok hőmérsékletet. Hát most megnézzük így, hogy fúra berendeztük, még mindig mínusz 72.000. Ez hihetetlen, ez ilyen sokat hűt, kivehetném a reaktornak kb. A felét hűtés szempontjából, és elég lenne csak ezekkel feltölteni. Ez őrületesen sok. Viszont most már 21.000 RF-et termelt ikkenként, tehát a 7000-ről 21.000-re emelkedtünk. Hát ez nagyon durva, tehát tényleg egy teljes új reaktort kellett volna készítenem. Vagy még annyit megpróbálok, hogy kiveszem a középsőket. És még azt is teleteszem üzemanyaggal. Tehát minek ide ezek? Hát már alig nem is számítanak hűtés szempontjából. Még több reaktor cell. Mindenhová urániumot, ez az sugárzás, gyere hozzám. Na most így nulla hűtése, viszont ez olyan lesz, hogy olyan sok hőmérsékletet fog termelni, hogyha csak egy pillanatra kifogyunk a hűtőfolyadékból, hát itt nagyon könnyen robbanás áldozatai leszünk, ráadásul ki se kapcsoltam a reaktort most, szóval bármikor leolvadhat, miközben én itt vagyok bent. Mindegy, most mennyi? Most így full reaktor száll az egész. Kivettem az összes hűtést, mindent, amit csak nem aktív, betettem még többre. Még mindig mínusz 50.000, viszont most már 35.000 RF-t. Jézusom, rengeteg. Mindegy, inkább menjünk biztosra. Tök jó. Ó, az ott baj. Ez itt baj? Mi ez a pink slime? Amitől töltődött ez így meg? Ó, kifogytunk a cryoteumból, és elkezdett vízzel meg pink slime-mal töltődni cserébe. Na jó, ezzel még kell egy kicsit javítani. Na, úgy néz ki, sikerült orvosolni a problémákat. Hát filternek nem találtam jobbat, mint egy carpentert ide helyezni. Ez a baj, hogy sajnos közvetlenül ezek a filterek nem működnek ezekkel az item lézerekkel, szóval kellett egy olyan blokk, amiben csak cryoteumok mehetnek, és azt szívjuk tovább. Visszük tovább ebbe a rendszerbe, és látjátok, hogy kicsit csökkentettem egyébként az aktív hűtéseknek a mennyiségéből. Tehát innen az oldalára leszettem, csak az alján hagytam meg őket, mert így is baromi sok van, viszont helyükre tettem még több reaktorszeleket, és így 47.000 RF per ticket tudunk előállítani, ami az eddigi legdurvább, legerősebb energiatermelési forrásuk. Tehát ez még a napelemet is lekörözi, és még működik este is. Szóval nézzük meg akkor akcióban, annyit módosítottam még rajta, hogy csak akkor lehet bekapcsolni, csak akkor legyen bekapcsolva, hogyha biztos, hogy van elég mennyiségű hűtőfolyadékunk. Ugyanis, hogyha ez nincs, akkor azonnal le fog égni a reaktor. Szóval, teszünk egy komparátort, és megadjuk neki, hogy az a redstone egészen oda fentre kapcsolja be a reaktorunkat. Mert hogy most be van kapcsolva, termel itt az energiát, a hőmérséklet hálainek nem növekedik, de csak addig, ameddig ezek be vannak. És innen fogyasztja most, viszont rögtön termeli is vissza. Most úgy néz ki, hogy jelenleg pozitívba megy, szóval nem fogyasztjuk annyira gyorsan, mint amennyire gyorsan jönnek. De bármi van mégis a rendszerrel, tehát hogyha egyszer csak mondjuk kifogyok valamelyik összetevéből, vagy valamelyik részét megsemmisítem tök véletlenül, akkor azért nem szeretném, hogy a reaktorunk közben felrobbanjon. Úgyhogy ez így viszonylag biztonságos most, illetve remélem, hogy ez a kis reston vezeték, ettől függ az egész életünk. Hogyha ez tényleg lekapcsol, akkor hogyha ez kiürül, akkor nem lesz elvileg semmi probléma, max egy kis ideig nem üzemel a reaktorunk. Jó, szóval ez is megvan. Most már el lehet kezdeni gondolkozni még több energiát használó eszközben, és hát van belőlük bőven például, amit már régóta szerettem volna, hogy bármilyen messziről, vagy hát legalábbis nagyon messziről el tudjuk kérni a crafting terminálunkat, úgyhogy nem kell nekem használni hozzá ilyen infinity booster kárdokat, mert hogy ilyenből csak limitált van. Tehát amikor itt a bázis környékén mozgunk, ez a kis antenna felel azért, hogy mindig meg tudjuk nyitni a terminálunkat, viszont csak 80 méterig, tehát 80 blokkos körzetbe tud üzemelni, hogy be kell tenni egy csomó wireless boostert, ez viszont nem csak a hatótávolságot növeli meg, hanem az energiahasználatot is
Hát, hogy oké, most 528 blokkon belül el tudjuk élni mindenféle költségmentesen a terminálunkat, viszont cserébe az energiahasználat 8000 RF per tikre felugrott. Az rengeteg. Hát mindegy, ha működik a reaktor, akkor elvileg nincs vele probléma. A 40000 RF per tikből ki fog férni. De hogy biztosra menjünk, következő részben ismételten fogunk építeni egy reaktort, azonban egy teljesen másik modon belül. Azért szeretném megcsinálni, mert hogy küldetés az is, és hogyha már belekezdtük az energiatermelésbe, akkor ne hagyjuk már itt üresen ezt a harmadik fejezetet, ahonnan igazából csak egy küldetés vonal hiányzik. Méghozzá pont, hogy az Extreme Reactor szemből elkészítsük ezt az aktív fűtéssel rendelkező reaktort, ami egészen más technikával fog működni, és egészen máshogy fog kinézni is, úgyhogy remélhetőleg mindenünk megvan hozzá, sor kerítünk rá a következő epizódban mindenféleképpen, mára pedig ismételten köszönöm szépen a figyelmet. Elképesztő, hogy ilyen régóta fut már ez a sorozat, ismételten egy év végéhez jutottunk, és túlva belegondolni, hogy mennyi minden történt ebben az évben. Januárban nem is nagyon gondoltuk volna, hogy így fog zárulni az év vége. Egy külön nagy öröm volt számomra, hogy ha valami viszont fix volt, akkor az, hogy hetente itt voltatok a Space Dragon sorozattal, és nagyon örülök neki, hogy nem csak én élvezem mind a mai napig ugyanúgy ezt a sorozatot, mint amikor elkezdtük, hanem ti is. Tudom, hogy nagyon sok sorozat, sőt, van, amikor teljes csatornák nem szoktak olyan sokáig tartani, mint nekünk a Space Dragons, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a kitartásotokat, és az egész éves aktivitásotokat, hogy küldtetek folyamatosan képeket, mémeket, rajzokat a csoportba, hogy ott vagytok a Discord szerveren, hogy itt vagytok a komment szekcióba, hogyha csak dobtatok egy lájkot. Nagyon-nagyon rendes tületek, és remélhetőleg jövőre is ugyanilyen intenzitással toljuk tovább, bár az egy még mozgalmasabb évnek ígérkezik legalábbis részemről. Viszont heti egy Space Dragons-t ígérem, azért megpróbálok elhozni, és hogyha összejön, akkor talán sikerül kettőt is. Viszont már nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, boldog új évet előre is mindenkinek, addig is még minden jót, és sziasztok!